Óriási a biztonsági készültség Lengyelországban, és jó okkal Varsóban NATO csúcs kezdődik, többek között Barack Obama részvételével, és valamivel később a katolikus ifjúsági világtalálkozó is Lengyelországban lesz, ahova Ferenc pápát is várják, és terrortámadásoktól tartanak. Kálmán Károly a különleges műveleti egység nyugalmazott századosa, korábban Afganisztánban is szolgáló volt, kommandós a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Gondolom, egy NATO csúcsot mindig nagyon védenek. Mennyiben lehet más ez a mostani? Egy NATO csúcsot mindig nagyon védenek. Erre megvannak az előírt protokollok, hogy milyen szintű védelem jár milyen szintű embernek. Ez most annyiban lesz más, hogy túl sok igen magasrangú ember lesz egy helyen. Tehát hogyha összejön, mondjuk egy olyan nemzetközi környezetben, amikor ugye a terrorizmussal kapcsolatos fenyegetettség még sokkal nagyobb, mint így a korábbi időszakban. Így van, de van néhány olyan beosztás, akik megkülönböztetett védelmet és figyelmet igényelnek, ilyen az amerikai elnök, ilyen a pápa. Most egy hónapon belül ez a kettő ott elő fog fordulni, gondolom, hogy ezért van ez a szokottnál is nagyobb felfordulás Varsóban. Csak hogy talán nem is az a legnagyobb kérdés, hogy hogy tudják megvédeni ezeket a különleges személyeket, akiknek a védelmére nyilván megvoltak eddig is a nagyon szigorú protokollok, hanem mennyire lesz célpont maga a város, ahol egy ilyen rendezvényt tartanak, maga az ország, ahol egy ilyen rendezvényt tartanak. Ugye még a CIA is figyelmeztetett, hogy akár a katolikus ifjúsági világtalálkozó miatt célpont lehet Lengyelország, és az elmúlt időszak merényletei azt mutatják, hogy nem biztos, hogy egyáltalán megpróbálják az ismert arcokat megközelíteni a terroristák. Lehet, hogy sokkal puhább célpontokat választanak. Így van, én is ezt gondolom. Az eddigi tapasztalatok alapján már sem próbálták soha. Hát láttuk a franciaországi vérengzést. Ott volt az egyik helyszínen két államfő is, meg sem próbálták a közelükbe menni. Egészen más dolog néhány embert eltenni láb alól egy szórakozó helyen, és egészen más dolog a világ első számú vezetőit támadni. Tehát felrobbantani egy étkezdét, vagy felrobbantani egy repülőtér várakozó helységét, az körülbelül az általános iskola alsó tagozat matekóra. Támadni a pápát, vagy az elnököt, az pedig akadémiai székfoglaló. Tehát körülbelül ez a szint, ezek az emberek meg sem próbálják. Mármint, hogyha most terrorista iskolában gondolkodunk, de lehet, hogy nem menjünk össze ezzel a gondolatmenettel. Tehát ön szerint akkor most Lengyelországot hogyan védik, és hogyan lehet védeni? Jól látszik, hogy lezárták a határokat, illetve visszahozták a határoknak az ellenőrzését egy időre, ugyanezt megteszik a reptéren is. Tehát valóban arra kell nagy energiát fordítani, hogy ne tudjanak beszivárogni azok, akik eddig nem szivárogtak be. Én is azt gondolom, hogy a legnagyobb veszélyben az utca embere van ezen a katolikus találkozón is, és Varsóban is ezen az idő alatt. Most érdekes módon, amikor a CIA figyelmeztetett, akkor Budapestet is felsorolták, mint az egyik olyan helyszínt, ahol párhuzamos fenyegetettség mindezekhez az eseményekhez is kapcsolódóan van. Ehhez képest mi most nem növeltük a terrorfenyegetettségi készenléti szintet, ha jól tudom. Nem növeltük. Bízunk benne, hogy tudják a dolgokat azok, akik ezért felelősek. Budapest annyira nem számít kiemelt célpontnak. Szerencsére nem számítunk zsíros célpontnak. Most igen, Varsó, Krakkó az egy húzós ügy lesz. Ott előfordulhat, hogy lesz valami. Budapest, nem tudom, remélem, hogy egyelőre továbbra is megúsztuk ezt a dolgot. De ezt tényleg nem lehet kiszámítani. Ki gondolhatta volna, hogy Párizs pont akkor? Ki gondolhatta volna, oké, Brüsszel az egy kitett dolog mindig, de nem volt elvileg logika abban, hogy most Törökországban robbantanak. A katolikus világtalálkozóról nem fogom tartalmi értelemben kérdezni, a NATO csúcsról viszont biztos, hogy önnek is vannak információi, meg véleménye, meg olvassa az ezzel kapcsolatos elemzéseket. Mi várható egyáltalán szakmai, tartalmi, geopolitikai, katonai szempontból most ettől a csúcstól, hogyha félretesszük egy kicsit a csúcs biztonságát? Már egy éve szellőztetik, hogy miről fog szólni ez a csúcs találkozó. Varsó igen nagy jelentőséget tanúsít annak, hogy lám róluk neveztek el egy korábbi katonai rendszert, most pedig itt lesz a NATO csúcs, ez nagyon szép dolog. A fő téma többek szerint az lesz, hogy egyrészt hogy lehetne valahogy
választ találni erre a délről jövő fenyegetésre, iszlám állam és minden, ami arra lent történik. A másik pedig a folyamatos Oroszország kontra Nyugat szembenállás. És hát ezzel kapcsolatban, amire mindenki számít, hogy a Baltikumban és Lengyelországban is NATO csapatokat fognak állomásoztatni, erőteljesebb jelenlétre lehet készülni a továbbiakban, amit maguk a lengyelek meg a baltiak nagyon szeretnének. Folyamatosan kérik, ők azt vallják, hogy egyre erősebben érezhető rajtuk az orosz nyomás minden tekintetben. Voltak, megjelentek hírek arról, hogy cybertámadásoktól kezdve propaganda jellegű támadásokig vagy nyomásig előfordulott minden. És katonai, igen, konkrét és katonai, orosz katonai provokációtól is félnek a kisebb balti államok, és ezt most már ki is mondják. Ez mennyire reális egy ilyen forgatókönyv, amitől ők tartanak ön szerint? Hát ha nézzük az eddigi eseményeket, akkor most már az jön. A logikai lag, ha lekövetkeztetjük, akkor igen, ez akár ez is előfordulhat. Természetesen érthető módon bennük azért egy elég nagy félelem van ez ügyben. Lengyelország is, meg a Baltikum is, azért pontosan tudja nálunk sokkal jobban, hogy milyen az, amikor orosz nyomás alatt van egy ország úgy, hogy a térképen sem szerepel a saját hazád éveken keresztül. Stoltenberg NATO főtitkár egyébként most a csúcsra való készülés közben azt is megerősítette, hogy továbbra is számíthatnak Afganisztánban a NATO támogatására. Ez a kérdéskörön nyilván a többinél is jobban érdekli személyesen, hiszen sokáig szolgált ott. Hogyan értelmezhető ez a további támogatás, és egyáltalán milyen szerepe van most ott a NATO-ban? Virágeltárs szavait idézve, ahol mi nem vagyunk, ott az ellenség. És ott ez nagyon erősen látszik is. Tehát ha, amint onnan a NATO vagy a Nyugat ki fog vonulni, oda szépen vissza fog szivárogni mindenki, aki 2001 előtt ott volt. Nem lehet magára hagyni egyelőre Afganisztánt, ez jól látszik. És ami Irakban történt? Ahonnan ugye kivonultak katonák. És látjuk, hogy szépen el is hatalmasodott ott az iszlám állam, és ki tudja, hogy ki még, aki az ő farvizükön ott evezget. És Afganisztánban miért kevésbé van napirenden egy ilyen típusú kivonulás, ami ugye mondjuk például amerikai belpolitikai szempontból volt nehezen elkerülhető Irak esetében? Erre most itt semmi konkrét okosat nem tudnék mondani. Sok tekintetben. Hát Afganisztán mindig egy olyan helyen állt földrajzilag, ami miatt valahogy mindenkinek benne volt a figyelmének a középpontjában. Mit tudom én, 150 évvel ezelőtt a britek, aztán az oroszok, aztán most a Nyugat. Nem tudom. Hát váltsunk egy kicsit témát, mert viszont a kommandós múltjából kiindulva ez biztos kifejezetten érdekli. 40 éve, 76. június 4-én volt az a repülőtéri akció, amikor izraeli kommandósok az ugandai entebei repülőtéren egy rajtaütéssel kiszabadítottak olyan túszokat, akiket palesztin terroristák és nyugatnémet terroristák egy eltérített gépen tartottak. Ez hát akkor is egy nagyon nagy, nyilván nagyon nagy visszhangot kiváltott akció volt, és most is megérmemlékeznek erről az évfordulóról. Ön szakmai szemmel hogy nézi azt, ami ott történt? Az egy őrületesen merész akció volt. Egyébként aktualitása van abból a szempontból, hogy a NATO csúcs egyik célja vagy jelmondata az, hogy a tárgyalásos út és az elrettentésnek útjának a kiegyensúlyozása egy nagyon fontos téma a mai világban. És pontosan ugyanez volt ott is. Tehát tárgyalunk, ameddig lehet, de jól látszott, hogy azt tárgyalás úton nem fogják tudni megoldani, azt a 100 embert onnan nem fogják tudni kihozni élve, hogyha tovább játsszuk a tárgyalást. Ezért az izraeli vezetés határozott egy olyat, amiről senki nem gondolt, hogy ez megmerik tenni. Tehát igen, amikor egy nem szokványos gondolkodású vagy kiszámíthatatlan ellenséggel szemben vagyunk, akkor kénytelenek vagyunk elhagyni a régi megszokott kerékvágást, nem fog vezetni sehova. És kitalálták azt, hogy több ezer kilométeren keresztül 30 méter magasan 4 repülőgéppel menjünk el a Vörös-tenger fölött, ez abszurdum, és megcsinálták. Menjünk be egy idegen állam egyébként jól vélet reptelére,
vagy 200 emberrel, és hozzunk el onnan 100-20-t, egyébként ha arra jártok, semmisítsétek meg az ottani légierő negyed részét, ez egészen elképzelhetetlen, és megcsinálták. Tehát ez látszik, hogy a döntés és egy felkészült csapat birtokában elég sok probléma megoldható, viszonylag fájdalommentesen. Ezeket a tanulságokat azóta a szakma hogyan építette be, mennyire határozta meg a későbbi protokollokat akár? Ez az eset az alapját képezte sok mindennek. A politikai gondolkodásban is, és a katonai gondolkodásban is. Igen, az ilyenfajta egységek felkészítésénél mindig az első gondolatok egyike az, hogy felejtsd el a hagyományos gondolkodást, nézd ki a saját dobozodból, amiben élsz, és próbálj valami újszerűt alkotni. Azért, mert ezek az emberek, akikkel szemben dolgozunk, ők nem ismerik a konvenciókat, nem ismerik a katonai eljárásokat. Ők mondjuk azt, hogy józan paraszt ésszel tesznek, ami éppen eszükbe jut. Nekünk is valahogy így kell. Azt kell kitalálnunk, hogy nekik mi juthat eszükbe. És ez egy egészen ilyen szabadon szárnyoló fantáziát, és ennek a szellemében meghozott döntéseket igényel. Nyilván más egy túlszituáció, de ezek a leckék, ezek hogy építhetők be a mostani terrorhelyzetre adható reakciókba? Az mindenképpen beépíthető volt azonnal, hogy terroristákkal nem tárgyalunk, és ezt továbbra is szépen tartja a világ, úgy látszik. Hát azért nem feltétlenül csak így látszik, azért úgy látszik, hogy erről nem beszélünk, de azért időnként csak kijönnek túszok, ahol úgy tűnik, hogy tárgyalás volt a háttérben. Az a része az igen, az oké, azt elismerem, de nagyban ez, tehát a nyílt kommunikáció szintjén ez nem jelenik meg, hogy mondjuk elkezdünk leülni mondjuk az iszlám állammal, erre gondolok. Hát ez valóban nem történik meg, és ez azt hiszem, hogy talán most a jövőben sem fog még egy jó darabig. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött.